Sziasztok, én Exaz vagyok, és ez itt az OBS tutorial. Ugye elég sokan kértétek, hogy legyen, hogy én hogyan csinálom a dolgaimat, hogyan streamelek, mivel streamelek. Na hát az OBS-re streamelek a 16.6-os verzióval, ugye 64 bites. És kezdeném is ott, hogy mikor megnyitjátok az OBS, konkrétan nem szoktok itt fogadni, csak fehérbe lesz így az egész OBS-etek. Onnantól kezdve rámentek arra, hogy beállítások, és bele is vágtak a dolgokba. Én ugye a témát átállítottam darkra, én inkább ilyen sötét színeket kedvelek, mint a világosabbakat. Itt igazából nem is állítottam semmit, utána jön az, hogy stream fuel, szóval az általánosban csak ezt állítottam át. Utána az, hogy stream fuel, és itt ki lehet választani ugye a stream kiszolgálót. Ugye nekem ez van kiválasztva, a stream kiszolgáló. A szolgáltatásnál ugye itt vannak a platformok, hol lehet live-olni, na hát nekem egyértelműen a YouTube-ban, ugye ezt is láthatjátok. Itt fontos, hogy a primári YouTube legyen bepipálva, vagy kiválasztva. Ez itt nem lényeg, ide majd mutatni fogom, hogy mik fog kelleni. És jön a kimenet, ugye, na ez már fontosabb, ugye. Itt múlik el a streamnek a minősége, ezen. Igazából ez a videókártya, az NVLC, és az X264, az meg a processzornát, én videókártyáról streamelek, és ja, a sebesség ez nekem itt CBR és 8000-es bitrátán vagyok, ez ugye internet függő, amit a speedtest.net-en meg is tudtok nézni, hogy kinek milyen internete van, de én most ezt nem is fogom megnézni, mert ugye ott láthatjátok az IP-met, és itt van a kulcs képkocka, oda nulla. A készlet az alapértelmezett. Itt ugye lehet kiválasztani minőséget, meg egyebeket. A profil az nekem main, azt hiszem alapból high-on mondanám, biztos. A szint az auto, és a B-frames, az írjátok be egy kettest, mert azt hiszem alapból nullán van. Na hát a hang az nekem teljesen alap. A videónál, hogyha ki lehet választani, hogy 30 fps vagy 60 legyen, ez a kettő az ajánlott, ez itt az alap. Gyors billentyűnél nekem be van állítva a némítása a mikrofonnak. A haladó meg ugyanúgy alap, de hogyha esetleg, bár itt én arra emlékszek, hogy ez teljesen alap, de hogyha változtattam volna valamit rajta, akkor itt állítsatok meg a videót és nézzétek meg. De én úgy emlékszem, hogy ez teljesen alap. Utána jönnek a jelenetek meg a források. Itt ugye jobb klik hozzáadás, jelenet 2. Na szóval ugye itt vannak a jelenetek, itt jobb klikkel rámentek. Ha játékot akarsz streamelni, akkor játék felvétele. És itt kiválasztjátok a játékot, ami jelen esetemben most a Cségó lesz. Annyit is nyitom itt a Counter-Strike-ot. A Cségónál ott meg szeretném mutatni valamit, mert sokan kérdezitek 4-3-ba, hogy húzom szét a képernyőt és hogy streamelek így, hogy szét van húzva a képernyő. Csak ide most be kell lépni a játékba. A másik pedig, hogyha Nvidia videókártyátok van, akkor jobb klik az asztalon és Nvidia vezérlőpult megnyitjátok, ez nagyon fontos, mert csak akkor fogja széthúzni a képernyőt. És itt az asztal méretének és helyzetének beállításánál a teljes képernyőre rámentek, alkalmazás, és leokozzátok. Akkor, hogyha 4-3-ban van valamelyik játékotok, akkor teljesen szét fogja húzni a monitoron. Szóval nem lesz ott a kettő fekete sáv jobb szélen. Na, itt kiválasztom azt a specifikus ablak felvétele, és mindjárt be fog jönni valószínűleg a Counter-Strike, legalábbis remélem. Nem jön be a Counter-Strike, akkor jobb klik tulajdonságok. Na most már itt van, és skálázás kényszerítés, és 1280x720-ra beállítom, és nyomok egy Ctrl F billentyűt, megnyitom a C-t, és itt ki kéne adnia, de mivel nekem resíznem kéne most ez a csémet, nem fogom. Be is zárom az egészet. Igazából ennyi ez az egész, és innentől áttörünk a weboldalas dolgokra, méghozzá ezekre. Sokan kérdezitek, hogy a feliratkozó jelzőt az hogyan csinálom. Így. Itt ide rámentek erre a weboldalra. Majd a leírásba berakom, ide kell a csatornátoknak az ideje, amit itt értek el, hogy YouTube beállítások. Rámentek, és itt a speciálison belül eléritek. Most én nem fogok rámenni, mert ugye
akkor ti ezt látjátok, és az nem jó dolog. Kimásoljátok a másodikat, ki fogja írni, hogy a csatorna azonosítója vagy valami hasonló név, ide bemásoljátok, lenterezitek, és működik is az egész. Utána a nézőszámot nagyon sokan kérdezitek, most keresünk egy random YouTube streamert, méghozzá nem tudom ki streamel jelen pillanatban, DJ Almási, tessék, most te benne leszel a videóban, nem is baj, benne lehetsz. És itt kimásoljátok ezt az ID-t itt a végén, Live ID, ezt bemásoljátok, és DJ Almási itt kereken 204 most, mostán 203-an, és jobb klik, megnyitás új lapon, kimásoljátok, ide rájöttök, ide, hozzáadás, ez a Browser Source, cucc, bocs, az angolért, szar vagyok, és ide bemásoljátok, és ennyi az egész, és ez a nézőszám jelző. A feliratkozó, azt most nem mutatom meg, azt elmondtam, hogy kell. Itt ugye lehet még a weboldalon subcélt beállítani, chatet, meg visszaszámlálót is. Ugyanúgy működik az összes konkrétan. És a másik, mikor ti feliratkoztok, azt ugye nekem kijelzi, és azt megnyitjátok a streamlabs.com-ot, bementek arra, hogy launch Streamlabs, itt beléptek a saját YouTube-otokkal, majd ugye nektek be kell lépni, meg egyebek. Rámentek arra, hogy Alert Box, és arra, hogy Subscribers. Itt bepipáljátok, hogy enable legyen, kiválasztjátok az elsőt, hogy felül legyen a kép, alul a szöveg. Ide beírjátok ezt a német, ezt nem szabad innen kitörölni, de beírjátok azt, hogy mondjuk az a nevetek, hogy Fecu, és akkor legyen fecizista, vagy valami szart beírtok, ugye, hogy amit kiírom, például Extaz feliratkozott a csatornán, mondjuk ezt is lehet. Ez bugzik, ez a text animation, nem jó. És ide kell bemásolni, srácok. Rámentek erre, hogy erre a képre, itt, ami itt van, és erre a kis felhőre feltöltitek a képet, vagy a gifet, amit ti szeretnétek betenni. Mondjuk én akarom, hogy maradjon ez, meg a szavzenét is. A szavzené is ugyanígy működik, csak fontos, hogy .ogg, szóval OGG legyen, ez a fontos. Itt lehet álligatni dolgokat, hogy milyen sokáig tartson, meg hogy a sound volume mi legyen. És igazából le is lehet tesztelni, hogy test subscribe alert. Mondjuk most nekem itt nem fog látszani, mert ugye nincs beillesztve. De igen, ezt is fogjátok látni, hogyha ti rámentek. Elsőnek erre rá kell menjetek, hogy launch. Ezt a linket kimásoljátok fentről. Ide jöttök vissza, ugyanez a browser. Leüzélitek, okozzátok, és ide beillesztitek. Ezt feketén fogjátok látni, de hogyha most rámentek arra a test subscribe alert, egyből működni is fog nektek. És igazából ennyi az egész, amit én csinálok. Az overlay-t, amit ti itt láttok, azt én Photoshop-ba editeltem. A chatet a következő részbe fogom bemutatni, illetve ezt az utolsó feliratkozót, ezt is a következő részbe fogom bemutatni. Meg a donétet is a következő részbe szeretném nektek bemutatni, srácok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ha segítettem neked, és szeretnéd a következő részt, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel!